Napsütéses jó reggelt, kedves elsősök! Remélem, nálatok is süt a nap. Nagyváradon merőfényes napsütés van. A mai órán matematikát fogjuk gyakorolni. Alföldi Andrea tanítónéni vagyok, és ameddig hoztok papírt és szeruzát, addig megmutatom a kertemet. Figyeljetek! Számoljátok csak össze! Hányféle tavaszi virágot találtok ebben a kertben? Ügyesek vagytok? Egy, hóvirág. Kettő, nárcisz. Három, tulipán. Vajon ezek a tavaszi virágok közül melyik bújik ki elsőnek? Szerintem mindenki tudja. Hát persze a hóvirág. A nevében is ott van, még a hóból is kibújik. Közelebbről vizsgáljuk meg ezt a három virágot. Figyeljetek a képre. Elő is varázsoltam nektek. Mindegyiknek van gyökere, szára, levele, virágja. Mi az, amiben hasonlítanak ezek a növények? Ha jól megnézitek, akkor láthatjátok, hogy hagymás gyökere van mind a háromnak. A színük természetesen különböző. Melyik az a virág, amelyik más színben nem is lehet? A hóvirág, ami mindig fehér. Ügyesek vagytok? Na, de a következő feladat az lesz, hogy magatokban ejtsétek csak ki a hóvirágot, hangokra bontva. Hány hangból áll ez a szó? Na, segítek. H, O, V, I, R, A, G. Két. Na, de már a másik kettőt egyedül kell megoldjátok. Adok egy kis időt, tehát tulipán. Figyelj, ennyi jött ki. Ha igen, jól dolgoztál. Következő, a harmadik, nárcisz. Megtaláltad, igaz, hogy hány hangból van? Rendben. Lássuk, ellenőrzés. Hat hangból van. Kedves gyerekek, most a hóvirág. Ennyit ér, 7 tallért. A tulipán, most ez is 7 tallért ér, és a nárcisz 6 tallért. Ha a piacon ennyit fizetnék ezekért a virágokért, akkor lássuk, mennyit kéne fizetni. Amint számoltuk, a hóvirág 7-et ér, a tulipán is 7-et ér, mert 7 hangból áll, és a nárcisz 6-ot. Hogyha a piacon vásárolnék egy hóvirágot és egy nárciszt, lássuk, mennyibe kerülne. Ugye megbeszéltük, hogy tallérral fizetnénk ezekért a virágokért? 7 tallér. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 tallért is lerajzolom. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hát akkor összesen. Hány tallérunk van? Figyelj, összeszámoljuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tehát, amint mondta, 13-mal legyen lő. Na kérem, ezt másképp is ki tudnánk számolni? Figyeljetek a számegyenesre. Azt mondtuk, hogy 7 tallérba kerül a hóvirág, és 6-ot adok még hozzá, ami a nárcisz ára. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hát elérkeztünk a 13-hoz. Tehát így is ugyanazt kaptuk. Na nézzük, hogyha összeadnám mondjuk a nárciszt, ami 6 tallérba kerül, egy tulipán árával, ami 7 tallérba kerül, vajon mennyi jön ki? Aki ügyes, az türelemmel azért várja meg, hogy bemutassam. Tehát 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tallér, 1,
kettő, három, négy, öt, hat, hét. Számoljuk össze. Szerintem nektek gyorsabban fog menni, de azért segítek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, és most figyelek, hogy jól írjam. 13. Mit vesztek észre? Hogy a 6 plusz 7, nagyon ügyesen mutogatom egyfolytában, a 7 meg a 6 13-mal egyenlő, és a 6 plusz 7 is 13-mal egyenlő. Milyen tulajdonságról tanultatok ti már eddig? Biztos vagyok benne, hogy tanultátok. Hát az összeadás tagjai felcserélhetőek, mert ugyanaz lesz az összeg. Hogy valamit így összeadásra kiszámoljunk, hát nem lehet ám mindig karikákat rajzolni, vagy számegyenesen haladni. Meg kell tanulni másképp is. Hogy egy kicsit jobban megértsétek, hoztam, nézzétek csak, a piacról két doboz tojást. Az egyikben van 7, a másikban van 8. A kérdés az, hogy hány tojásunk van összesen? Hogyan is számoljuk ezt ki? Hát a legegyszerűbb az, hogy ebből átteszek ide. Hányat kell áttegyek ahhoz, hogy kiegészítsem, hogy legyen egy teljes dobozom? 1, 2, 3. És itt maradt 5. Összesen 15 tojásom lett. Hát tojással se járhatok mindig az ön zsebembe, ezért a következő képen fogunk számolni. Maradjunk ennél a példánál, ami itt volt, hogy 7 plusz 8 egyenlő. Az ügyesek már ki tudták számolni, de lássuk, hogyan is tudjuk kiszámolni kiegészítéssel. A 7-hez annyit adok hozzá a 8-ból, hogy kiadja majd a 10-et. Mennyit veszek el a 8-ból, hogy a 7-hez téve 10 legyen? 3-at. Mennyi maradt? Tehát a 8-at felbontom 3 plusz 5-re. Ebből lett nekem 10. 10 plusz 5 az 15, vagyis a 7 plusz 8 az 15. Mit szóltok hozzá? Nagyon nehéz. Na még egy próba. Figyeljetek! Elmutogatom még egyszer tojással, most más tojásokat fogok használni. Legyen az, hogy 8 plusz 5. Mi a dolgom? Kiegészítem az első dobozt, hogy meglegyen a 10. Mennyivel kell? Nézzétek csak, hány tojást kell áttegyek? Tehát megbontom ezt az 5-öt. Áthelyezek 2 tojást. Bele lett, maradt 3. 10 meg 3, 13. Nem olyan nehéz. Na, emlékeztek, milyen számok voltak? Én már aztán elfelejtettem, de lássuk. Volt 8 plusz 5. Tehát akkor hogyan fogom felbontani az 5-öt? Hogy a 8-ashoz hozzátéve kiadja nekem a 10-et? 2 plusz 3. Meglett itt a 10-em, hozzáadom még azt a 3-at, gondolj a tojásokra, és lett 13. Tehát 8 plusz 5 az 13. Ismételjük át akkor. Tehát, mit tanultunk ma? Összeadni tanultunk egy-egyű számokkal. Figyeljetek! Tanultuk a bogyózást, tanultunk számegyenesen számolni, és ami nagyon fontos, mert ezt fogod, ha piacra mész, ha vásárolni mész, bármikor használni, hogy fejben össze tud adni. Képzeld mindig el magad előtt a tojásokat, és azt, hogy a második számot felbontod annyira, hogy az első kiegészíts 10-re, és ha ez menni fog továbbra is. Na, egy kis gyakorlás következik. Figyeljetek! A hóvirágok értéke
még ott látható fent a táblán. Hóvirág, 7 tallért ér. A narcisz, 6 tallért ér. Vajon milyen relációs jel kerülne? Kisebb, nagyobb vagy egyenlő? Jól gondoltad? Hát a hóvirág értéke több, mint a narciszé. Mert 7 nagyobb, mint 6. Húha, ez nehezebb lesz. Kíváncsi vagyok, hogy rájössz-e. Fejben kell számolnod, de ott a papír és a ceruza, ami nálad van, mert kikészítetted, és írásban is gyorsan kiszámolhatod, ha tudjuk, hogy egy hóvirág 7 tallér. 2 hóvirág, 7 plusz 7. Számolj, figyelj, remélem megvan. Tulipán 7 tallér. Ha 2 tulipán van, 7 meg 7 tallér. Megsúgom, ez egy becsapós feladat. De kiszámoltad, igaz? Mert 7 meg 7 az 14, és mivel mind a két oldalt annyi, hát egyenlőséggel kerül oda. Na, de itt a legalsó sor, ez nagyon nehéz. Ha ügyes voltál, rajzolhatsz magadnak egy mosolykát, mert 6 plusz 6 az 12, meg 6 az 18. Következő oldal. Ha tudjuk, hogy a tulipán 7-et ér, 7 plusz 7, az 14, plusz 7, hű, már ugrottunk még nagyobbat, tehát az már 21. Vajon akkor melyik virágcsokor ér többet? Ez volt a lényeg, hogyha te is arra gondoltál, hogy a narcisz csokor kevesebbet ér, mint a tulipán csokor, ügyes voltál. Ha már bevásároltunk virágokból, nézzük a következő feladat, hát ez egy kicsit önálló munka lesz. Utána leellenőrizzük, figyeljetek, összeadást kell végeznetek. Papírceruza már nálatok van. Én azt javaslom, hogy csak az eredményeket írjátok le, de fentről lefelé haladjatok. Így időt tudunk spórolni. Én mondom, te írod az eredményt. Ha lemaradtál, nyugodtan tekints a képernyőre, mert még mindig ott lesz. Tehát 6 plusz 5. Csak az eredményt írd le. 7 plusz 6. Írd le az eredményt. 8 plusz 4. Megvan, igaz? Hát a negyediknél tartunk. 9 plusz 2. És 5 plusz 8. Visszaszámolok, és utána ellenőrzünk. Ellenőrzés. Remélem sikerül. És láss csodát! Itt vannak az eredmények. Pipáját, ha jól dolgoztál. 6 plusz 5 az 11. 7 plusz 6 az 13. 8 plusz 4 12. 9 plusz 2 az 11. És 5 plusz 8 az 13. Mindegyik pipás volt. Jól dolgoztál? Rajzolj egy mosolykát magadnak. Megérdemled. Rendben, figyeljetek, egy újabb feladat következik. Figyeljétek meg, a virágos kertben melyik virágból hány szál van? Hány szál? Ismételjük át a virágokat, jó? Van, ami hamarabb nyílik, van, ami később nyílik, van, ami illatos, van, aminek nincs illata. Hóvirágból 8, narcisszból 10, piros tulipánból 9, jácintból 6, sárga tulipánból 12 és fehér tulipánból 5. A kérdésem az, melyik virágból van a legtöbb? Megvan, igaz? Hát a 12. Melyik virágból van a legkevesebb? Megvan, igaz? A fehér tulipán. Vajon melyik virág az, amelyik hárommal többet, több szál van, mint a jácintból? Keresd meg a jácintot. Hárommal több, gondolatban add össze, ugye ha több, akkor összeadunk. Melyik az? Hát persze, a piros tulipán. Hogy számoltad ki? 6 plusz 3,
egyenlő 9-el. Melyik az a virág, amelyikből a legkisebb kétjegyű szám van? Legkisebb. Kétjegyű. Hűha! Kétjegyű? Megvan? Hát persze, a 10-es. És melyik az a virág, amelyikből a legnagyobb egyjegyű szám van? Egyjegyű? Gondold végig, egyjegyű? Legnagyobb? Hát a 9-es. Nagyon ügyesek vagytok. Na nézzük tovább, kedves gyerekek, még készítettem néhány feladatot. Hát ez egy szöveges feladat lesz. Elolvasom nektek, elmondom, elmutogatom, hogy megértsétek. A gyerekek a kertből tulipánokat szedtek az édesanyjuknak. Hanna, ő a legkisebb, 3 rózsaszín tulipánt szedett. Kristóf, ő 5 sárgát. Nikol pedig 7 piros tulipánt. A kérdésem az, hogy hány tulipánt kapott anya összesen? Segítek, még egyszer elmondom. És helyet törlök magamnak. Tehát, Hanna 3 rózsaszín. Kristóf 5 sárgát. Nikol 7 pirosat. Hány tulipányuk van összesen? Ha miért került ide? Ez a plusz jel, meg ez a plusz jel. Hiszen összeadás az a kérdés, hogy összesen mennyi van. Adjuk össze. Nagyon fontos, gyerekek, hogy ha összeadás vagy kivonás van, egymás mellett több, vagyis egy műveletsor, csakis balról jobbra haladunk. Nem ott kezdjük, ahol nekünk tetszik. Haladjunk sorba, jó? Ezt szokjátok meg, haladjatok sorba. Na nézzük akkor. Szerintem ez fejben is menni fog. 3 plusz 5 az 8, rendben. És 8 plusz 7, hűha, szükségetek lesz erre? 8 plusz 7. Segítek? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vagyis 15. Szerintem sokan közületek már nem is nézték ezt, mert tudták fejben. Na, itt van egy szöveges feladatom. Ez sokkal nehezebb. Ezt 2 lépésben fogjuk megoldani. Még mindig a tulipánoknál, nárciszoknál, tavaszi virágoknál vagyunk, hiszen itt a tavasz. A kertben 6 nárcisz és 4-jel több tulipán van. Az első kérdésem az, hogy hány tulipán van? A második kérdésem, hogy hány virág van a kertben összesen? Na nézzük, dolgozzunk. Első. Hány tulipán van? Még egyszer elmondom. A kertben van 6 nárcisz. Ó, hogy jobban megértsétek. Én itt letörlöm, bóvirágra már nincs szükségünk. Tehát azt mondja, hogy van a nárciszból 6 darab nárcisz, remélem látszik, és 4-jel több tulipán. A tulipánból 4-jel több. Ha azt mondjuk, hogy több, akkor hozzá kell adni. 4-jel több, 4-et kell hozzáadni. Vagyis ezt úgy fogom kiszámolni, hogy a nárcisznál 4-jel több. 6 plusz 4 egyenlő 10. Meg is van, hogy hány tulipánunk van. Hanem jön még egy kacifántos kérdés, hogy hány virág van a kertben összesen? Hát a nárcisz is, a tulipán is virág. Az a kérdés, hogy összesen hány virág van a kertben. Ezt úgy fogjuk kiszámolni, hogy már eleve tudtuk, hogy hány nárciszunk van, de ki is számoltuk, hogy hány tulipán. Tehát akkor 10 tulipán, 6 nárcisz, összesen, nem nehéz, hát persze, jól számoltál, 16. Gratulálok! Hát nagyon ügyesek voltatok. Remélem, hogy a füzetben vagy papíron, ahogy dolgoztatok, egy újabb mosolyka kerül. Nézzétek, ez most már sokkal nehezebb. Mit mondtam? Haladjatok balról jobbra. Majd legközelebb megtanuljuk, hogy lehet még másképp is kiszámolni, de most így számoljatok. Mondom, és
most csak az eredményt írjátok le. Legyen ez a lapon mondjuk a második feladat. 5 plusz 3 plusz 3. Előbb ad össze. 5 meg 3. Megvan. Jó, meg még 3-at hozzáteszel. Érlek, kérlek. Tudom, ez egy kicsit több időt igényel. Figyeljetek, második. 4 plusz 6. Megvan, ez nagyon könnyű. Plusz 7. Írjátok le. Harmadik sornál tartunk. 3 plusz 6 plusz 9. Ez nehezebb volt, de bízom benne, hogy boldogultál. 7 plusz 1 plusz 5. Ma tanultuk, gondolj a tojásokra. 6 plusz 2 plusz 4. Visszaszámlálás, remélem, hogy sikerült mindent megoldjátok. És most leleplezem, figyelem, javító a kezedben, lássuk, te is így dolgoztál-e. Első sor, 11, 17, 18, 13, 12. Neked is ennyi jött ki. Azt jelenti, hogy ma nagyon-nagyon figyeltél, jó hatással volt rád a napsütés, és ezért jutalmul meg. Ilyen ügyesek voltatok. Egy tulipán virágzást fogok nektek bemutatni. Megérdemlitek, figyeljetek! És nézzétek, bemutatom a tulipánokat, sárga tulipánokat, amelyek ennek a növekedését az előbb láthattátok. Mindenkinek azt javaslom, hogy ezen a szép napon, ha teheti, keressen egy tulipán és szagolja meg. És holnap beszélünk, hogy mit éreztél. Szép napot, vidám tanulást mindenkinek. Sziasztok! Dragi copii, mă bucur că sunteți împreună cu mine. Pe mine mă cheamă Monica. Eu sunt doamna învățătoare Monica. Vă rog să vă prezentați și voi. Cine sunteți voi? Vă rog să spuneți cu voce tare. Pe mine mă cheamă... Oare Maria? Elena? Radu? Nu are importanță. Fiecare copil va parcurge în următoarele minute o lecție de comunicare în limba română. Sunteți pregătiți? Mă bucur! La început, înainte de toate, v-am adus o ghicitoare. Sunt curioasă cine va găsi răspunsul corect. Ziua se mărește, zăpada se topește, grădina a înverzit. Cine a sosit? Oare cine a sosit? Care este răspunsul? Primăvara! Bravo! Ați ghicit! Felicitări! Acum vom cânta un cântec împreună despre primăvară. Să vedem, a trecut oare iarna? Așteptăm primăvara! Cu siguranță așteptăm primăvara! Haideți să cântăm împreună cântecul! Să cântați cu voce tare! Sunteți pregătiți? Bravo! Iarnă, să te duci cu bine, primăvara vine, vine. Vestitorii au sosit în zăvoi un tinerit. Vestitorii au sosit în zăvoi un tinerit. Să cântați cu voce tare! Vă place cântecul? Bravo! Felicitări!
timpul dorită primăvară. Ne jucăm din nou pe afară. Sub caisul înflorit, bine, bine ai venit. Sub caisul înflorit, bine, bine ai venit. Bravo, copii! Mă bucur că am cântat împreună. Vă rog frumos să pregătiți o foaie și câteva creioane colorate. Vom avea nevoie de acestea pe parcursul lecției. Încă nu, dar imediat vom folosi aceste creioane și foi. După cum ați auzit și cântecul și ghicitoarea, despre ce ne-a povestit? Despre primăvară, într-adevăr. Mult dorită primăvară, așa ne-a spus cântecul. Într-adevăr am așteptat să sosească primăvară după o iarnă cât de cât de lungă. Astfel, acum în următoarele minute, vom învăța anotimpul primăvara. Haideți să vedem această imagine. Să privim ce vedem pe această imagine. Este ceva interesant aici. Vedem zăpadă. Oare de ce vedem acum zăpadă? Dar nu peste tot, numai un pic pe acolo. Oare de ce? Pentru că primăvara, zăpada se topește. Haideți să spunem împreună. Zăpada se topește. Ați spus cu mine, cu voce tare? Bravo, copii! Atunci, mergem mai departe. Ce vedem? Lângă zăpadă, de sub zăpadă, iese un ghiocel. Un ghiocel plăpând, gingaș, firav. Un ghiocel. Dar poate mai este încă un ghiocel. Atunci putem să spunem doi ghiocei. Ba chiar mai mulți ghiocei. Într-adevăr, așa este. Să vedem ce mai vedem. Ce flori apar primăvara? Am văzut aici o viorea. Și să știți că azi dimineață din grădina mea am cules niște viorele. Haideți să vă arăt. Uitați ce drăguțe sunt viorelele. O viorea, două viorele. Și dacă o să am în mână aproape un buchet, pot să spun mai multe viorele. Ce mai vedem pe imagine? Lalele. Vedem aici o lalea roșie. O lalea, două lalele sau chiar mai multe lalele. Vedem și aici o lalea. Uitați ce frumoasă este. Două lalele sau chiar mai multe lalele. Pe imagine poate nu se văd și alte flori de primăvară mai sunt. Oare ce flori de primăvară mai sunt? Vă aduceți aminte? Da, zambile! Și ce mai sunt încă? Narcise, într-adevăr. O narcisă, două narcise și dacă sunt mai multe narcise. Sau o zambilă, două zambile, mai multe zambile. Bravo, copii! Ați spus cu mine împreună, să spuneți cu voce tare, bine? Să vedem mai departe ce vedem pe imagine. Vedem aici un copac. Sau poate să spunem un pom. Copac sau pom. Cuvânt cu sens asemănător. Haideți, spuneți împreună cu mine. Copac sau pom. Într-adevăr, așa este. Ce vedem? Cum este pomul? Pomul este înflorit. M-am adus niște crenguțe. Uitați, pe aceste crengi se văd mugurii. Avem aici un mugure, doi muguri sau mai mulți muguri. Pe fiecare crenguță se vede. Iar pe această crenguță vedem flori. Crenguța este înflorită. Atunci, putem să spunem
copacii sau, dacă vă place, pomii înmuguresc și înfloresc. Haideți să spunem împreună. Să vă aud, spuneți cu voce tare. Pomii înmuguresc și înfloresc. Bravo, copii! Să vedem ce am învățat până acum. Să știm. Hai să începem. Ce vedem pe imagine, ce anotimp a sosit. Acum este primăvară. Haideți și spuneți cu mine încă o dată. Acum este primăvară. Zăpada se topește. Ce vedem mai departe? Copacii înmuguresc și înfloresc. Și ce am văzut? Ce apar? Apar ghioceii, viorelele, lalelele, zambilele și narcisele. Așa este, într-adevăr, aceste flori pe care le-am enumerat mai înainte. Bun, foarte bine, copii. Am zis să pregătiți o foaie și creioane colorate. Le-ați pregătit? Bravo! Atunci, cum vă rog, pe foaia de hârtie să desenați o lalea. Cu siguranță nu este greu. Vă rog să desenați o lalea. Ce culori folosim dacă vrem să desenăm o lalea? Cu siguranță tulpina. Tulpina, ce culoare are tulpina? Verde! Bravo! Verde! Nu este greu de desenat o tulpină. O linie verticală. Așa-i, copii. Bun, ce mai este? Niște frunze. Desenăm. Desenați cu mine și voi. Cu verde desenați, așa-i, tulpina și frunza. Foarte bine, voi puteți să colorați frunza cu verde. Cu verde închis, cu verde deschis, cu care doriți. Și urmează petalele. Vom desena o lalea. Nu este greu, are mai multe petale laleaua, dar acum vom desena așa mai simplu. Și vă rog să colorați. Ce culoare are laleaua ta? Poate galbenă? Roșie? A mea este roșie. Aceasta este o lalea roșie. Dar aici, în ghiveci, am lalele galbene. Poate tu ai desenat o lalea galbenă? Așa ai desenat. Bravo! Sau ce culoare poate să aibă laleaua? Albă! O lalea albă! O lalea galbenă! O lalea roșie! Foarte bine! Ați terminat de desenat și colorat? Bine, mă bucur! Deoarece am învățat despre florile de primăvară, v-am adus acum un cântec despre flori de primăvară. Vă rog să cântați împreună cu mine, cu voce tare. Este un cântecel de primăvară. Să cântați cu voce tare. Să vedem ce flori apar în cântecul nostru. Astăzi în grădina mea o zambilă am florit și eu am zâmbit. Am zâmbit, am zâmbit. O lalea înflorit, dragă primăvară, bine ai venit. Astăzi în grădina mea o narcisă am florit și eu am zâmbit. Am zâmbit, am zâmbit, o narcisă am florit. Cântați cu mine, cu voce tare. Bravo! Ați reținut ce flori am învățat. Mă bucur, urmează următoarea. Astăzi în grădina mea o lalea a înflorit și eu am zâmbit. Am zâmbit, am zâmbit, o lalea a înflorit, dragă primăvară.
astăzi în grădina mea liliacul a înflorit și eu am zâmbit. Am zâmbit, am zâmbit, liliacul a înflorit, dragă primăvară, bine ai venit. Vă place cântecul? Cântați cu mine? Mă bucur să vă aud cu voce tare, dar să nu strigați ca în pauză. Cei și viorele, brevene și nicșunele, toate au înflorit și eu am zâmbit. Am zâmbit, am zâmbit, florile au înflorit, dragă primăvară, bine ai venit. Florile înfloresc doar atunci când eu zâmbesc, primăvară, ce mult te iubesc! Bravo, copii! Mă bucur că ați cântat împreună cu mine. Să vedem ce am învățat în această oră. Să recapitulăm un pic ce am învățat. Despre ce am învățat noi? Despre primăvară! Bravo! Într-adevăr! Hai să vedem ce cuvinte am învățat și apoi să vedem și propozițiile. Am învățat cuvântul primăvară, într-adevăr. Zăpadă, ghiocel, ghiocei, viorea, viorele, lalea, lalele. Și am mai zis și de zambilă, zambile. Ce floare a mai fost? Așa cum ziceți, narcisă, narcise. Bravo! Ce am mai învățat? Pom, înmugurit și înflorit. Într-adevăr. Să vedem propozițiile, că aceste cuvinte apar și în propozițiile noastre. Cum am început? Acum este primăvară. Dar să spuneți cu voce tare, vreau să vă aud. Zăpada se topește. Pomii înmuguresc și înfloresc. Apar ghioceii, viorelele, lalelele, narcisele și zambilele. Bravo, copii! Să nu uitați ce am învățat, mai recapitulați. În următoarele ore vom învăța mai departe această lecție. Vă rog să recapitulați, să vă mai interesați despre acest anotimp și vă aștept cu mult drag în lecțiile următoare. Să ne revedem cu bine! La revedere, copii! Szervusztok, gyerekek! Nagyon örülök, hogy a mai napon együtt velem az anyanyelvi ismereteinket fogjuk összefoglalni, átismételni a betűk, a szótagok, a szavak és a mondatok terén. Ma a Betűz falucska vendégei leszünk. Ebbe a falucskába is nagyon, de nagyon hamar bekopogtatott a tavasz. A nap mosolygósan, szeliden kacag a falucska összes élőlényére. Ha jól megnézitek, a falucska fölött bárányfelhők szárnyalóznak. Ezekben a felhőkben betűk vannak. Két felhőcske nagyon ki van emelve, ugyanis ezekbe a felhőcskékbe nem akármilyen betűk kerültek. Az első felhőcskében, ha jól megnézzük, a magánhangzókat találhatjuk, a másodikban pedig a mássalhangzókat. Mitől magánhangzó egy magánhangzó? Azt már tudjuk, hogy a magánhangzók képzésekor a hang, a tüdőből a levegő nem ütközik semmilyen akadályba. Míg a mássalhangzóknál a hangképzésekor akadályba ütközik ugyanis a fogunk, a nyelvünk, az ajkunk mind-mind elállja a hang útját. Nézzük meg, melyek a magánhangzók. Gyertek, mondjuk együtt.
A, A, E, I, 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 O, O, Ö, Ö, U, U, Ü, Ü. Észrevettétek, hogy a magánhangzó kiejtésekor különbség merült fel. Voltak olyan hangok, amelyeket röviden ejtettünk, és voltak olyan hangok, amelyeket hosszan ejtettünk. Ha jól megnézitek, ezek a rövid hangok tetején vagy egy pontocska, vagy kettő, vagy egyáltalán egy pont sem jelenik meg. Míg a hosszú magánhangzókon minden esetben megjelennek a vesszők. Na nézzük, gyerekek, melyek voltak a hosszú magánhangzók? Volt az A, az E, I, O, Ö, U és Ü. Észrevehetitek az ékezeteket mindegyiken. Hol egyet, hol kettőt tüntettünk föl. Lássuk a mással hangzókat. Mással hangzóink, amelyek E felhőn megjelennek, mind-mind egyegyűek. Gyertek, hangoztassuk őket. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, Betűszfalocska, régen látott lakója, hosszú-hosszú útról érkezett. Ő egy vándormadár, a bemutatkozó versikéje alapján mindjárt rájöztök, hogy melyik madárról van szó. Nagyon figyeljetek a versikére, mert nagyon sok mindent elárul ő magáról. Hallgassátok! Én vagyok a kelepelek. Amikor kell, kelepelek. Hosszú a csőröm, hosszú a lábam, fehér a tollam, fekete a szárnyam. Kelepeld el nekem, elek, hogy én vajon ki lehetek? Azt mondod, hogy veréb vagyok? Mellé fogtál, de jó nagyot. De ha tovább találgatod, egyszer majd csak kitalálod. Ám addig is, te kedves elek, neked én elkelepelem. Gólya vagyok, kelep elek. Jegyezd jól meg, kelep, kelep. Amint hallottátok, e vendége a falucskának nem más, mint egy gólya. Nagyon figyeljetek, mert több állítást fogok mondani, és nektek el kell döntenetek, hogy igaz-e vagy hamis. Ha igaz, hurrá kiáltást fogtok adni, ha pedig hamis, a legnagyobb csendben maradtok. Kelep, elep, egy gólya. Ugye csendben voltatok? Nem hallatszott semmi. A gólya csőre hosszú. Jaj, de hangosak voltatok! Ide hallottam a hurrát! A gólya neve Kelep Eszter. Te csendben vagytok. Így a jó. Mert a mi gólyánk neve nem más, mint Kelep Elek. Kelep Elek veréb. Ugye megint csendben voltatok? Nagyon ügyesek vagytok.
kelet elek, lába hosszú. Jaj, de gyönyörűen mondtátok a hurát. Ezt tanítani kéne. Nézzük tovább. Képzeljétek el, hogy kelet elek nagyon hosszú útról érkezett, és a hátizsákjában még maradt egy kevés ennivaló. Ezek a táplálékok nagyon, de nagyon összerázódtak a viszontagságos út folyamán. Nekünk az lesz a dolgunk, hogy összerakjuk és rendet tegyünk ebben a hátizsákban, és a hangok segítségével nézzük meg, mit tartalmaz kelep-elek hátizsága. Az első táplálék, amelyet kivettünk a zsákból, a következő hangokat tartalmazza. É, r, g, e. Arra kérlek benneteket, e hangok segítségével rakjuk őket nagyon gyorsan rendbe, hogy értelmes szót kapjunk, és tudjuk meg, hogy mit eszik, mivel táplálkozik kelep-elek. Ó, már hallom, nagyon-nagyon jó a válasz. Ugye nektek is ez a táplálék jött ki? Egér. Kelep-elek nagyon szereti az egeret. Lássuk a következő táplálék betűi. P, O, K, C. Rakjátok ezt is nagyon gyorsan össze. Nézzük, mit takar E betűcsoport. Igen, már hallom a választ. Úgy van, pocok. Nagyon szereti a pocokot is. Nézzük a következő. B, R, A, O, G. De ügyesek vagytok. Nem is gondoltam volna, hogy ilyen gyorsan összeraktátok a bogár szót. Fantasztikus. Nézzük tovább. R, R, A, V és O. Na vajon ebből mit rakhatunk össze? Rakjátok. Szerintem már nagyon közel álltok a megoldáshoz. Így van! Nézzük csak! A következő táplálék a rovar. És maradt még egy táplálék a banaságban, a következő betűket tartalmazza. A, B, K, I. No, ebből mit rakhatunk ki? Így van, nem más, mint a békát. Béka. Nagyon, de nagyon ügyesek voltatok. Kelep-elek zsákja ki is örült. Szüleitől azt a tanácsot kapta, hogy keresse meg régi fészküket. Igen ám, de hol keresse annyi ház, annyi fészek? Azt az utasítást kapta, hogy annak a háznak a fész tetejének a fészkére kell menjen, amelynek a tetején a legtöbb szótagszámmal rendelkező szó található. Nem lesz más dolgunk, mint olvassuk el a szavakat, és nézzük meg, melyik az a kémény, amelyik a kelep család birtoka lesz. Vegyük az első házikót, a sárga falu házikót. Nézzük. Betűzzük hangosan. Ébredés. Ezt a szót nekünk el kell szótagolni, de ezt
ti fogjátok egyedül és önállóan. Ha segítséget kérnétek, nyugodtan lehet tapsolni is. Úgy van, nagyon jó. Hány szótagból áll ez a szó? Így van, nektek is ugye 3 szótag jött ki. Fantasztikus. Ide tesszük alulra. Gyertek azért, szótagoljuk el. Közösen. Íb. Re. Dés. E szó 3 szótagból áll. Éb, re, dés. Nagyon jó. Tudtátok-e azt, hogy a tavaszt, mint évszakot, az ébredés évszakának is nevezték? És nevezik még ma is. A következő háztetőnkre a madár-etető szó van feltüntetve. Gyertek, szótagoljuk el, de előbb próbálkozzatok ti. Nagyon ügyesek vagytok! Hány szótagot tartalmaz ez a szó? Húha, így van, 5-öt, nagyon jó! Gyertek, szótagoljuk el, közösen is. Ma, dár, e, te, tő. Nagyon jó. Még egyszer tapsoljuk el. Ma, dár, e, te, tő. Szuper. Nézzük tovább a következő házikót. A következő házikunk fala krémszínű. Ennek a házikónak a tetejére a következő szó van írva. Gyertek, betűzzük közösen. Március. Így van, a március. A március a tavasz első hónapja. Tudjátok-e azt, hogy március 1-én kezdődik tulajdonképpen a naptári tavasz, de a csillagászati tavaszra még 1-2 napot várunk el, mert az tulajdonképpen március 21-én jön el, amikor is a nappal, az éjszakával egyforma lesz. Ezt nevezik napi egyenlőségnek. Gyertek, szótagoljuk el! Nagyon ügyesen csináljátok, nagyon ügyesen végzitek a dolgotokat. Így van! Hány szótagból áll ez a szó? 3! Nagyon jó! 3 szótagból. Gyertek, szótagoljuk! Már, ci, és us. Így van. Tapsoljuk is el. Már, ci, us. Tökéletes. És eljutottunk az utolsó házikunkig, aminek a tetejére együtt betűzzük ki a szót. Hírnök van felírva. Mit jelent ez a szó, hogy hírnök? Valamilyen hírt hoz nekünk. A tavaszt mi hirdette legesleg először? Hát persze nem más, mint a hóvirág. De e falucskában a tavasz első hírnökeként Kelet-Eleket fogjuk megnevezni. Gyertek, szótagoljuk el ezt a szót is. Lássuk, hány szótagból áll. Nagyon ügyes! Ügyesek vagytok. Így van, 2 szótagból áll. Lássuk, melyek ezek? Hír és nök. Nagyon jó. Tapsoljuk el őket. Hír, nök. Nagyon ügyesen megoldottuk e feladatot is. Kukkancsunk be egy picit a házakba, mert e falucska
lakói. Nagyon szorgalmas, nagyon vidám emberek. Szeretnek ők nagyon sokat olvasni. Lássuk, a sárga házikó lakói kik lehetnek. Melyik család él ebben a házban? Szótagokat látunk. A szótagok összekeveredtek. Rendes sorrendbe téve megkapjuk a család nevét. Nézzük, olvassuk el előbb a szótagokat. Ne, de, k, be. Nagyon ügyes. Rakjuk össze, vajon melyik családról lehet szó? Így van! A Benedek család él a sárga házikóban. Nyitva is hagyjuk az ajtaját. Lássuk a következő házlakói, kik lehetnek. Hány szótagot olvashatunk itt? Kettőt bizony. Olvassuk el. Nár, mol. Tökéletes. Lássuk, melyik családról lehet itt szó? Így van, a Molnár család él ebben a házikóban. Lássuk, a krém színű házikó lakói kik lehetnek. Szintén, ha ránézünk, két szótagot látunk. Olvassuk el. Ga, var. Nagyon ügyes. Melyik családról van szó? Így van, a Varga családról. És a legutolsó házikó, az öt házikó lakói nem mások, mint három szótagból álló név kerekedik ki. Lássuk, melyek ezek? Kes, ke, re. Így van, ők nem mások, mint a kerekes, kerekes család lakói. A mai napra ennyi volt. A következő tevékenységünkön folytatjuk tovább. Sziasztok!